Sziasztok, itt a VTTV új adása. Norbi, Gyuri, bocs Csilla, te vagy a harmadik, és én már nagyon jókedvűen állunk neki ez a műsorhoz. Szintén ismét. Tavaly, amikor elkezdtük ezt az egészet, akkor egy olyan dolgot akartunk meghonosítani, ami így a szurkolókat egy kicsit jobban összekapcsolja, és úgy gondoltuk, hogy pozitív dolgokról tudunk beszélni, tudunk hozzájárulni a beszélgetős műsorokkal ahhoz, hogy a nézőszám növekedjen a videótól mérkőzésén, és hát sajnos most azt tapasztaljuk, hogy nem ebben az irányba mozdultunk el, és nem ebben az irányba megyünk. Olyan mélyponton vagyunk, amit én utoljára a 90-es években voltam kénytelen átélni, amikor három osztályozó, meg plusz még egy kiesés időszaka volt, de az nem ez a szituáció volt, ami éppen körbevette a klubot, mint ami most, mert már nem tudom, hogy milyen szituáció veszi körbe a klubot. Két olyan fájó vereségen vagyunk ismét túl, kiestünk a kupából, az Eto ellen, egy másodosztályban bukdácsoló csapat ellen sikerült kiesni, és hát ugye már kikaptunk Zalaegerszegen is, tehát 4 pontra van most jelenleg a kieső hely, amikor a felvétel készül, és elég nagy csend a klub házatáján. És nem is tudom, Gyuri, mondtad, hogy nem igazán tudsz már mit mondani, de azért próbáljunk meg valamit megfogalmazni. Ha akarsz a meccsekről beszélni, ott voltál Győrben, milyen volt, ha akarsz az általános érzésekről ezzel kapcsolatban, mi most megy, és akkor így megyünk majd tovább, most a Csillát hagyjuk utoljára. Sziasztok, köszöntök mindenkit. Hát igazából ugye az a 90-es évek végén, ami volt, az annyiban volt más, hogy akkor nem vártunk más. Tehát akkor úgy állt a klub, akkor annyit tudtunk, nem volt tőkeerős szponzor, még szponzor sem nagyon. A játékos keret sem volt olyan, ami arra predesztinált volna, hogy ne, osztályozón végezzünk. De ez a mostani helyzet, én úgy gondolom, hogy a Győrbe szerintem tök jó létszámmal mentünk el, szerintem nem tudom, nem akarok satszolni, de szerintem nagyon sokan voltunk, és de a meccsről most mit mondjak? Igazából Norbi az oldalvonalban elmondott mindent, sok hozzáfűzni való nincs, kutyaszar játék megint egy játékosunknak elsült a lába, helyzet nélkül vezettünk, semmi, nem lehetett észrevenni a játékon semmi elképzelést sem, pedig azt mondom, hogy a kezdő az egyik legjobb volt, ami lehet, nem volt az, tehát álljunk fel egy csatára, MB2 9. helyezettje ellen szerintem az teljesen indokolt, akik fölálltak 10-0-ba, érted, tehát kvázi be akarták tolni a buszt, és ugye ahogy a semlegesben is elhangzott, baromira nem akartak focizni, és szintén ahogy a semlegesben mi se. És tologattuk jobbra-balra, semmi, a szurkolás az nagyon jó volt, én most itt kiadjom, hogy mi volt az elején meg a végén, engem az nem érdekel, nyilván hozzá tartozik, de a szurkolás az nagyon jól ment, és sőt én azt mondom, hogy még türelmesebb is volt a tábor, mint amit a játék elvárt volna. De aztán kiestünk igazából. Én az egyenlítő gól előtt odasugtam a Norbinak, hogy kurva szarú van felállítva a sorpa, adja magát a rövid. Ment is. Tehát, és tényleg ellenünk mindenki meglövi az élete gólját. Tehát ez mindegy is, hagyjuk. A 11-es az meg... Megint fölálltunk négy szélsővédővel, ahogy kell, mert miért ne, az nekünk nagyon jól megy. Semmi elképzelhető, nulla. És akkor jött a... Azt tényleg hagyjuk, hogy az ember mit érez már, mert már a legszomorúbb, hogy meg föl se idegesítem magam. Tehát az, hogy az első 5 perc után látod, hogy ugyanaz a hígfos lesz, mint van már hónapok óta, már föl se idegesítem magad. Aztán jött az Ete elleni meccs, leültem a tévé elé bizakodva, hogy igazából az idén eddig csak az Etét simáztuk le, aztán még Norbi, neked mondtam is Győrbe, hogy én ettől annyira nem félek, ettől a Vestőben az Etét lesimáztuk,
Hát ez elég gyorsan értésünkre adta az ETA, hogy most nem fogjuk őket lesimázni. Tehát ha lehet ilyet mondani, még rosszabb volt a játék, mint a Győr ellen. Tehát ez a két meccsen, 180 perc alatt kettő darab kaput eltaláló lövés. Gyerekek, szerintem, hogyha mi hárman beállnánk, meg a Csilla lenne elő, akkor is többet érnünk kell. Tehát ez így, és az, hogy mentális problémát, ugye elgondolkodtam a héten, összintén, mi bajuk lehet? Most tegyük félre az ukrán háborút, azt megértjük. De ahogy mi problémájuk lehet? Nyilván anyagi problémájuk nincsen. 90 perc van egy hét alatt, amikor úgy oda kéne tenni a melóba magukat, hogy Isten igazából, plusz napi 4 óra, amikor edzegetnek, ott is illene oda tenni magát mindenkinek. Ez nagyjából ilyen 50 000-es órabérre kijön, azért az ég áldja meg őket, hát azért mutassanak már valamit ezért. Tehát én kicsit kevesebb órabérért dolgozom, egy pár forinttal, de hogyha nem csinálom a munkámat, úgy kibasztak, mint macskát szarni. Tehát ez, én ezt nem tudom elfogadni, ezt a mentálisat sem. Ha meg mentális, akkor ha hisz benne, se lesz. Ha nem, akkor föl kell venni 2-3 olyan embert, aki ezt tudja orvosolni, mert most már hallgatva ezt a Csisztus podcastes cuccot, amikor kimondta a Salec, hogy most támogatni kell a csapatot, tehát most a támogató közegre van szükség. Hát basszus. Hát szerintem miért lehet mondani a szurkolókra, csak azt nem, hogy az idén nem álltak a csapat mellett akkor is, amikor kaphattak volna hideget meleget. Tehát azért most már tényleg hagyjuk ebbe ezt a hülye dumát, meg a tinglit adni. Hiába hívnád te ide meg bárkit, meghívhatod a pápát is, nem fognak őszintén beszélni. Tehát mondani fogják a sablon dumát, amit mondani kell, mert azt várja a klubvezetés, meg a magyar közmédia, meg minden anyám kínja, de az, hogy valaki odáján, figyelj gyereket, ezt nagyon elkúrtuk, nagyon szar minden, ez meg az, senki nem fogja neked elmondani. Tehát fórumon is írják, hogy ezt hívd meg, azt hívd meg, tök fölösleges már. Tehát ez, én komolyan ott vagyok, hogy csak szídni tudnék bárkit, én most nem fogok kitérni egyéni teljesítményekre, mert tök fölösleges, mindenki szar. Nem, tényleg nem tudom, mit kéne csinálni, hogy itt megforduljon. És jön megint a hétvégén egy olyan meccs, amit én személy szerint nagyon vártam, hogy kimenni, de nem fogok kimenni. Tehát megvettem már a jegyet, de nem fogok kimenni. Szóval nem érdemlik meg. Tehát ez majd akkor, amikor azt látom, hogy igen, nem 10 méterről támadunk le, meg nem 5 méterről figyeljük, ahogy beadják mellettem a labdát, hanem legalább azt látom, hogy tényleg megszakad az összes, de szó szerint megszakad, tehát az, hogy 8 kilót fogynak egy meccsen, de még csak azt se látod. Tehát majd akkor kimegyek, de így nem. Jó, bocs, most én mondtam kicsit hosszú, bocsánat, át is adom. Semmi gond. Norbi, tényleg néztük a műsort a győri történetről, én legalábbis azt abba tudtam belenézni. Te elég sok mindent megfogalmaztál, de azt hiszem, hogy ezek a Zalaegerszeg után is érvényben maradnak ezek a megállapításait. Hogy gondolod ezt a történetet? Sziasztok, srácok, szia Csilla, benneteket, jó estét kívánok, jövő mindenkinek, jó napot nektek. Én azt gondolom, hogy amit elmondtam a vlogban az oldalvonalon, mind a győri, mind az Zalaegerszegi mérkőzésre, az szerintem az 100%-ig igaz, amit mondok. És én ezt a véleményt továbbra is vállalom, ha tetszik valakinek, ha nem. Én azt gondolom, hogy a csapat teljesítménye olyan szinten a béka feneke alatt van, hogy itt most már elég volt a dumából. Tehát itt azért megy a duma, meg még türelem. Azt gondolom, hogy ilyen türelmes szurkolótábor még egy nincs ebben az országban, mint amilyen az RBD volt ezen az őszön. Meg így a tavaszi szezon elején. Hát azért ne haragudjatok, de tudjátok, azért annak a bizonyos dolognak is van vége. És én azt gondolom, hogy a végére elértünk. És nem is tudom, hogy mondjam nektek, tehát az, hogy hetek óta rajtunk nevet az egész ország, ez rettentő kellemetlen. És nem akarom elhinni, hogy ez a játékosok az nem jut el, vagy nem látják, és dacból nem mennek oda, és érted, rúgja agyon a labdával együtt. Hát a győri meccsen is stopira fél évvel ezelőtt labdást úgy agyon rúgja az embert, hogy semmi. Vagy leszereli kristálytisztán. Most nem tudta eldönteni, mit akar. Belépjek, ne lépjek, kirakom, nem rakom, azt pedig eldöntötte már. Fölrúgta az embert visszahúzás közben húzta vissza a lábát. 6-11-es, tiszta, jogos 11-es volt. Az első fél időben is egy jogos 11-es nem kapott meg az Eto.
őszintének kell lennünk, az Eto jobban akarta ezt a győzelmet, ezt a továbbjutást, jobban, több effortot raktak bele. De a második fél idő kétharmadában semmit nem csináltunk. Csaltuk a focit. És oké, okay, nagyobb lehetőségeink voltak még emberhátrányban is, de a gólt nem tudtuk megszerezni. És én már nem akarom elhinni, hogy nem tudunk egyszerűen gólt rúgni. És ugye Zalaegerszeg ellen láthattuk ennek a folytatását, tehát az, hogy az Zalaegerszegnél több kulcsjátékos nem játszik, mert sérült, beteg, mit tudom én, tehát kb. Egy Zalaegerszeg BA ki ellenünk, és mi ettől is képesek voltunk kikapni nulla kapura tartó lövéssel. Nulla kapura tartó lövés, az nem csak az NB1-ben cink, hanem az NB2-ben is. Tehát azért így érezzük már ezt a különbséget, és nem azt mondom, hogy persze most akkor jó pofi kell, meg mindenki nyilatkozzon, meg stb., csak eléggé látványos a visszaesés. Tehát azért ilyen visszaesés a világon nincsen. Ezek az emberek tudtak egy fél évvel ezelőtt még focizni, vagy egy 3 évvel ezelőtt, most meg 3 paszt nem bírnak megcsinálni. Ilyen a világon nincsen. Hát nem mondjátok már, hogy egy ilyen van. És utána a mérkőzés után Zalaegerszegen is ott voltunk 100-an vagy 150-en, és oké, az RBD leszette a drapit, és kiment a stadionból, mert ők tiltakoztak a produkció ellen, de rajtuk kívül még ott volt mondjuk 50 másik szurkolótársam, aki mondjuk annyit elvárt volna a játékostól, kijön, és legalább megtapsolja azt, hogy eljöttem Zalaegerszegre, és nem kevés pénzt, és időt nem kímélve elmegyek a mérkőzésekre, és ott vagyok. Nem, most már annyira nagyban vannak a játékosok, hogy ki se jönnek. Hát ilyen teljesítmény után az a minimum, hogy kijönnek és megtapsolják a szurkolókat, hogy kijöttek, és hallgatják az Rikát. Mert 7 bukta után mi az, hogy nem hallgatják az Rikát, de mennek az öltözőbe. Hát ennyire nagyban vagyunk, hát akkor én kérek elnézést, akkor nem értek a focihoz. De még mindig úgy tudom, hogy a szurkolókért van ez a játék. A nézőkért, aki kimegy a stadionba és megveszi a sört, megveszi a popcornt, énekelget, dalolázgat, stb. Mindig érte van. Nem pedig azért a játékosért, hogy megtisztelve érezze magát, hogy azért játszottam, mert szavaztok, én hagyjatok békén. Ez nem. Ha így ülünk a lovon, az rég rossz. És most elnézést kérek tőletek, hogy most egy másik csapatnak a példával fogok röviden példálozni, de én meghallgattam Kuvatov Gábor évértékelő beszélt a Ferencvárosnál, hogy miket mondott. Tudjátok, mit mondott? Jövőképet. Jövőképet. Elmondta azt, hogy mi a következő 2-3 évben, mi a te, merre akar menni a Ferencváros. Van egy irányvonal, amit képvisel a Fradi. Mi mit képviselünk? Mit képviselünk? Hát nem képviselünk egy irány, nincs megmondva egy irányvonal. Hát nincsen identitása a klubnak. Miről beszélünk? Értitek? És ez minden meccsen kijön. Norbi, ebben tökéletesen igazad van, de pont a múltkor hoztam fel, és bocs, Csilla, mindjárt megadom neked is a szót, csak ugyebár a győri meccsről múlt hét végén már így nagyjából beszéltünk, de ugyebár erre jött rá ez a zalaegerszegi történet, de múltkor említettem azt, hogy itt a klubnak a tulajdonosát nem hallottuk évek óta nyilatkozni. Évek óta nem nyilván... A kupagyőzelem óta nem láttuk. Tehát, hogy így azért nehéz, így azért tényleg azt érzed, hogy ez egy gazdátlan történet, ami lebeg. És azért így nehéz eladni azt, hogy legyél türelmes, legyél támogató a csapattal, amikor történelmi mélypontokat élünk. És senki nem áll oda, és egy őszinte szembenézés nincs, mert szerintem erre lenne szükség egy őszinte szembenézésre, hogy mik okozzák ezt a problémát. És Csilla, utána rátérek egy dologra, mert azért a fórumokon nagyon sok minden zajlik, meg a szurkolók közötti beszélgetésben, és most fel akarok hozni egy témát, de meghallgatunk téged is. Hogy láttad? Hát figyeljetek, srácok, őszintén szóval nem nagyon találok itt szavakat, hogy mi zajlik egyrészt a csapatnál, meg a klubnál. Amikor én így alapból csatlakoztam a táborhoz egy bő 10-12 évvel ezelőtt, akkor ugye akkoriban jött fel a vidit. Jöttek a szponzorok, elindult egy nagyon-nagyon jó hullámvasút felfelé, és most meg így hirtelen jött ez a mélyrepülés, amire csak így kapkodom a fejemet, hogy hogyan történhetett az, amit mondjuk a válogatott meccseknél szokott az átlag szurkoló csinálni, hogy latolgatjuk az esélyeinket, számolgatunk, hogy mikor juthatunk tovább, hogy bennmaradhatunk-e. És sose gondoltam volna, hogy a Vidinél is ez előfordulhat, hogy most éppen azt kell számolgatni, hogy mennyire vagyunk a kieséstől, mit kell még azért elérnünk, hogy esetleg valahogy bennmaradjunk, mert itt nyilván már semmilyen pozíciószerzés az nem jöhet számba, ugye, ahogy ezt beszéltük is korábban. Én azt gondolom, hogy itt egy hatalmas létszámleépítést kéne csinálni a keretben, tehát maximum 3-4 játékos megtartani, de őket is csak azért, ez valószínűleg csak így a saját véleményem meg meglátásom mondatja velem, akikben érzem a klub hűséget még mindig,
akik így az évek során így azért a szívemhez nőttek, tőlük nem szívesen válnék meg, de a lelketlen légiósoktól eléggé, tényleg bennük aztán semmilyen motiváció nincs, és én azt gondolom, hogy szerintem ez is okozhatja a csapatnak a bomlását, hogy szerintem vannak ott az öltözőben komoly konfliktusok, és itt nem is a mentális problémák, meg a jelenlegi események lehetnek itt ennek a fő mozgatórugói, hanem hogy van egy-két olyan ember, akivel egyszerűen nem jön ki a csapat, bomlasztják az egységet, és ez nagyon kiütközik a pályára is, mert tényleg ez olyan, mint egy munkahelyen, hogyha van egy 10-15 fő egy csapatban, akkor mindig vannak azért konfliktusok, de arra kéne koncentrálni, hogy ezeket elsimítsuk. És nem pedig arra, hogy ezt így belevigyük a munkánkba, mert végül is akármennyire is szórakozás, ez egy munkahely így nekik, és szerintem ez lenne a legfontosabb lépés, hogy a klubvezetés valahogy a sarkára álljon, és ezeket az embereket valahogy kiszűrje és eltávolítsa, mert az is azért eléggé félő, hogyha itt most nagyon leszerepelünk, és nehogy Isten kiesünk, bár azért abban még továbbra sem hiszek teljesen, de ne adja Isten, hogy akkor a szponzoraink elmenjenek, mert akkor onnantól kezdve meg mi történik. Ha esetleg kiesnénk, milyen szponzorokat tudnánk behúzni, hogyan tudna ez a klub tovább fejlődni. Úgyhogy én is nagyon hiányolom így a vezetőség részéről azt továbbra is, hogy megszólaljanak, mert hogyha most is esetleg a Fradi ellen kikapunk, már pedig elég nagy esély van rá, akkor azt nem tudom, hogy hogyan fogják már megmagyarázni. Úgyhogy így röviden ennyi. Igazából szerintem nincs is magyarázat, meg nincs is szándék arra, hogy kiálljanak a szurkolók elé, és mondjanak valamit, és ez a legfájdalmasabb az egészben, és tudjátok, is olvastok fórumokat, beszélgettek szurkolókkal, és azért lehet hallani több dolgot is, egyetértek ezzel, hogy a csapategység az nincs meg, sőt, szerintem klikkeserés van, elég jelentős klikkeserés van az öltözön belül, ami szerintem nincs megfelelően kezelve. Az se jó, hogy egy nemzetből háromnál többen vannak szerintem, de ezt ugyebár korábban pontos Alec is mondta, hogy nem jó, hogyha egy brigádból háromnál többen vannak egy-egy nációból. Úgyhogy ezek biztosan ott vannak okokként. Viszont hallani olyanokat, hogy ugyebár Világi Oszkár a Dacnak a tulajdonosa megvette ugyebár a Győrt, és ugyebár ő nagyon jó kapcsolatban van a MOL-lal, és hogy lehet, hogy nem véletlen ez a leépülés, nem véletlen, hogy a MOL tulajdonosa, vagy nem is tudom, a Hernádi Zsolt jelenleg milyen pozícióban van, elnök vezérigazgató talán, aki egyszer már azt mondta, hogy kinőttük az NB1-et, hogy most miért nem nyilvánulnak meg, hiszen itt azért a MOL-nak a presztízse is kockán forog. Hát alapból, ha jól tudom, nyáron jár le a MOL-lal kötött szerződés, ugye? Talán. És nem tudom, hallottam én is, azt is lehetett hallani, hogy úgy, ahogy van, az egész MOL brigád átmegy Győrbe, de olyat is hallottam, hogy akkor ide megjön az Audi, tehát passz. Azért ez is sok kérdést felvet, hogy értem én, hogy mondjuk a MOL nem akarna egy leszereplő NB1-es csapatnak a szponzora lenni, de nem tudom. Mi a garancia arra, hogy Győrben ez jobb lesz? Mégiscsak egy NB2-es csapatról beszélünk, aminek persze, hogy oda tolják a pénzt, akkor simán megvan rá az esély, hogy egész gyorsan feljut az NB1-be, és esetleg itt jó hát azért a Virági elég szépen rendbe rakta a Dacot is, tehát ott azért... Jó, az igaz. A Dac sem volt tényező az ősrégi szlovák labdarúgásban. Azért azt ne felejtsük el a Győrrel kapcsolatban, hogy a Győrnél azért nagyon sok tennivaló van, amellett, hogy a keretet is át kell alakítani. Igen. Azért a stadion is egy nagyon komoly rekonstrukcióra szorul már Győrben, hiszen mi is láthattuk, hát az eléggé balkáni feeling volt a vendégszektorban. Tehát, hogy föntről a szálloda erkélyéről, a prolik apróval dobálnak minket, az egy világi szégyen egyébként. Azt gondolom, hogy ilyen előfordulhat, és akkor utána meg fel vannak háborodva, hogy esetleg hevesebb reakció érkezik a mi részünkről. A másik, hogy ugye tudjátok, hogy a másik műsort is csinálom, és ott is azért mi hallottunk, néző, ugye nálunk is van egy ilyen belsős beszélgető
és van egy applikáció is, esetleg nem tudtok róla, ez a Discord, semleges térfél Discordot is várunk benneteket egyébként, és ott az egyik, hát eléggé ilyen jó súgó ember, aki jókat szokott nekünk súgni, mondta azt, hogy egyébként a Győr például tárgyalásban van több korábbi válogatott játékossal, és neveket is írt, ezek a nevek pedig Németh Krisztián, Varga Roland, Pátkai Máté, Prosser, Hidi, Bobál testvérek, és ezen kívül még van 4 másik játékos, és nem mind magyar. Tehát ezekkel a játékosokkal, ha a Győr elkezdtének komolyan tárgyalni, akkor valószínűleg a Győr a feljutást fog jövőre megcélozni. Én biztos vagyok benne, hogy a Győr 2 éve belül az NB1-ben lesz. És az is elképzelhető, 16 csapatos NB1 lesz, már mindig remélem visszajutnak. Egyébként azt nem jobb lenne. De ha elmegy ez olyan szintre, hogy az MOL elhagy minket, én biztos vagyok benne, hogy azért a videótól maga a fehérvári labdarúgás van annyira vonzó, hogy fogunk találni másik szponzort. És nem csak az Audiról van szó, mert arról én is hallottam, de vannak más ilyen nagyobb cégek is, akik hát valószínűleg beszállhatnának a sztoriba, és lehet be is fognak szállni, de én amondó vagyok, hogy várjuk meg itt azért, hogy mi lesz a következő pár hónap történése. Nem eszik azt olyan forrón, mindig ezt szoktam mondani, nem eszik azt olyan forrón, de tény, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Én ugye úgy hallottam, meg úgy értesültem, de javítsatok ki, a tévedek, hogy június 30-áig van most az aktuális szerződés a stadion névhasználati jogára, de lehet rosszul értesült vagyok. Meglátjuk. Szóval itt azért elég sok kérdőjel van, meg hát nyilván azért a jelenlegi világpiaci helyzet is azért itt nem annyira a MOL-nak kedvez itt az üzemanyag szempontjából például, de hát nyilván azért a legtöbb pénzt azért ők is a finomításon, meg a kemisztériből, tehát az ilyen kemikális dolgokon, kémiás dolgokon szerzik, de ez egy teljesen más dolog, ez nem de tartozik. De meglátjuk. Azért minden esetre elég érdekes a visszaesés. És szerintem ennek valami köze is lehet az ilyen pletykákhoz sajnos. Köszönöm szépen. Igen, nekem ez a mi szöget ütött a fejembe, hogy egyszerre mindenki elfelejtett futballozni, meg eltalálni a kaput, meg válogatott játékos, aki a Wembley-be tök jól játszik, aztán utána meg nem tud egy emberhez labdát adni. Tehát, hogy ezek annyira furcsa dolgok, nem tudom, mi lehet ennek a hátterében. Az viszont biztos, hogyha a MOL megy, akkor én nagyon szívesen várom vissza a videóton nevet. Lehet, hogy jobban járna mindenki. Én kicsit szkeptikus lennék, hogy az Audi ide jönne, mert miért jönne ide Győrből, akkor inkább támogatná a győrieket. Annak idején az Etót támogatták, és megmondták a botrányt, hogy soha többet nem fogják támogatni a győri labdarúgást. Miért a Merci is ide? De ez se baj. Én annak örülnék, hogyha viszont olyan, tehát az, hogy a szponzor időn és ad egy rakás pénzt, majd utána az nincs megfelelően felhasználva, tehát úgy van felhasználva, mint most az elmúlt években, ahogy nálunk történt, az megint nem jó. Tehát én szeretném, hogyha lenne egy olyan tulajdonos, aki tényleg megnyilvánulna, koncepciót vázolna fel, mi fog történni, hogy fog történni, ha ez Garancsi István, akkor legyen ő, Garancsi István álljon ki, mondja el, hogy mi a terve a fehérvári labdarúgással, mennyire motiválja őt még ez a dolog, vagy szeretne megválni tőle, tehát hogy mire számítsanak a szurkolók, mindent megtesz a klub, hogy benn maradjunk, mit várhatunk, nyilvánulja meg a sportigazgató is eltűnt, olyan pletykákat hallunk, olvasunk belső fórumokon, amiket kicsit így nem hiszünk el, valamint hát eléggé hihetetlen dolgokat hallunk, tehát azért igen. Én is, aki azért tudjátok, hogy én is beszélek vele, meg stb., nem akarom elhinni, hogy ilyen létezik, tehát elég érdekes ilyen, nem tudom, hogy urbán legendeke vagy nem, de hát én mondom, én csak ezzel a klasszikusra tudok érni, nem zörög arra, hogy nem fúj a szél, és egy gondot, bocsáss meg Istenem, viszont a szót, bocsáss meg, hogy belevágtam, de hogy nem csak a sportigazgatóról hallunk érdekes dolgokat, hanem a játékosokról is. A játékosok is olyanokat hallunk, ami hát az egy bicska nyitogató. Tehát itt most nem csak az, hogy elkésünk az edzésről, és akkor esetleg annak nincs olyan következménye, aminek kéne, mint mondjuk nyugaton, hogy elkéssel az edzés, és hány percet késsel, annyiszor 1000 font bukta a fizetésedből, vagy bocsánat, 500 font, tök mindegy, amikor Chelsea-nél volt, azt hiszem pont ez, de tök mindegy. Tehát egy ilyen rendszert is föl kéne állítani, mert én annak a híve vagyok, hogy drasztikus idők vannak jelenleg a klubnál. Drasztikus eszközökre van szükség. Nem lehet a himi-humi meg a simikatás, meg a jó, szegények. Ezen a pályogatás ide elmúlt. Erős kész kell. Én meg azt gondolom, hogy hiába szólalna meg, megint mondaná azt, amit hallani akarsz. Ezt mondtam az előbb, hogy nem, mint a tulajdonos?
A bármelyik, akár a tulajdonos, akár a tulajdonos nem mindig azt mondta, amit hallani akartunk, sőt, sokszor mondott olyat, amit nagyon nem akartunk hallani. De legalább akkor... volt egy koncepció. Oké, de akkor nem volt valamit. Tudod, nem volt gond a klubnál, és a többi, és a többi. Nem tudom, én már nem biztos, hogy elhinném, amit mondanak. Tehát... Most jó, de megint... azért a végtelenségig nem lehet húzni, hogy nem adnak így a szurkolóknak, illetve a nézőknek semmilyen választ. Nyilván tökéletesen tisztában vannak a helyzettel, mindenki a felső vezetésben tudja, hogy mit akar ezzel a klubbal, de ezt nem fogják a mi órunkra kötni. Tehát itt Magyarországon a szurkoló nem olyan megbecsült valuta, mondjuk így, mint mondjuk nyugaton. Tehát itt igen, de és itt felhoznám a magyar sportsajtónak a felelősségét is, hogy nincs egy normális kérdés, hogy valaki utána járjon, hogy mi az oka ennek. Nincs egy normális cikk, vagy legalábbis nagyon kevés, hogy elemezzék, vagy megpróbáljanak kicsit a kulisszák mögé nézni, hogy mi történik itt Székesfehérváron. Hát azért... Speciál pont a Csisztú szerintem kérdezett egy pár nagyon jót a Salesztől, és tök ügyesen nem arra válaszolt, ami a kérdés volt. Az a műsor az nagyon jó volt, bár nem volt olyan, szerintem nem volt annyira felkapva, mint amennyire érdekes volt az a műsor, és jó kérdések is voltak, és egy csomó jó választ tudtunk meg, de biztos vagyok benne, hogy a Videóton szurkolók egy része nem is értesült erről. Tehát én nagyobb, tehát olyan médiára gondolok, ami országos lefedettség, és mindenki olvassa, és mindenki hallhatja, mindenki láthatja, és erre azért rákötnék, hogy nem tudom, ti hogy vagytok vele, helyszínen voltatok, többször is én a tévé előtt szenvedtem, sajnos, de már baromira elegem van nézni Jenő közvetítéseiből. Tehát, hogy ennyire részrehajló, kárőrvendő, az ellenfél helyzeteinél kiabáló és élvezkedő, majd a mi szenvedésünkön meg, hogy mondjam, tényleg élvezkedő közvetítést. Én nem tudom, hogy nem tűnik fel egy szerkesztőnek se, senkinek, hogy mondd ne, Jenő, ne, inkább ne, légy szíves. Tehát, mert ez felháborító. És olvassuk a fórumokat, és az emberek teljesen kivannak ettől. Kivannak. És én is kivagyok. Tehát én egyszerűen már fájdalom hallgatni, leveszem a hangot. Jókat röhögök rajta egyébként. Tehát engem nem tudok röhögni, mert éppen kínlódunk. Ő csak egy riporter már. Tehát ő... Oké, olyan, de... Nekem ő nem üti meg az inger küszöbömet. Tehát még arra sem érdemes. Tehát... Okay. Igazad van, maximálisan igazad van, csak engem ez annyira úgy nem. Mondja, amit akar, hát pont leszarom. Csak egy olvastam vele egy interjút, hogy ő soha nem részrehajló. Hát a trollfoci ezen évődik évek óta. Ő nem részrehajló. Jó, a Knézi Fehérvárt kompletten utalja, mert a kosarasokat is gyűlöli, tehát ott is ugyanez. Tehát tehát... Az ilyenekre szokta azt mondani, hogy ez nem az én szegénységi bizonyítványom, tudom. Tehát tükörbe lehetne nézni, visszanézni egy-egy adást, van neki is főnöke, van szerkesztő, most ezen kell élvezkedni, komolyan. Tehát, hogy... És nem az első mérkőzés, amit közvetít, nem a második, amit tendenciózusan végjelünk beszél. Mi könnyökölünk, amikor nem könnyökölünk, az ellenfél, amikor szétüti a játékosunk, az semmi pénészkedik. Tehát, hogy mit néz az ember? Na mindegy, ezt csak így megjegyzem, fórumokon elég komoly téma volt. Mert én nem voltam, hallottam, hogy kommentálta a mérkőzést. Azért volt egy pár vicces sztoriai. Hát ez a vidi szurkolóknak ez a meccs egyébként, ez dupla büntetés volt, aki a tévén keresztül nézte, mert nem csak, hogy a Knézit kellett hallgatni, hanem még egy gyenge játékot is kapott cserébe mellé, tehát ez abszolút kiégető volt. Nagyon. Nagyon. Tilla, te hogy gondolod? Azért te a médiában egy kicsit jártas vagy. Van hát ilyen, hogy részrehajló valaki? Hát igen, meg tud esni igazából, de... Nem tudom, ezt én sem veszem annyira komolyan, meg őszintén szóval ritkán nézem én is tévében a vidi meccseket, azért többnyire mindig a helyszínen vagyok, hogyha meg éppen nem vagyok, akkor tévé közelben sem vagyok. Úgyhogy ezekből a knézis kis viccelődésekből így kimaradok, de a trollfocis mémeken persze látom, hogy
hogy azért vannak ott érdekességek, de ez nekem se üti meg túlzottan az inger küszöm. Mert tényleg ez a tévéközönségnek szól, a nézőknek, tehát hogy valami, tehát valaki lehet, hogy ezzel tud azonosulni, a tévénézők közül ő is elrötyög rajta, szerintem igazából itt ennyi az egész. Nem tudom, én jobban éreztem magam addig, amíg többet tudtam a stadionban meg idegenben menni, mert akkor tényleg nem kellett ezeket hallgatnom. De így azért, fú, néha nagyon kikészít. Eleve a csapat, tehát azt azért fogalmazzuk meg, hogy nem nehéz úgy élcelődni rajtunk, hogy nincs kaput eltaláló lövésünk, de tehát azért a csapat tesz azért, hogy lehessen élcelődni, csak szerintem ezt nem egy kommentátornak kellene, tehát meghallgatom az ő véleményét is, és még adott esetben egyet is értek vele, de hogyha folyamatosan, tendenciózusan, állandóan velünk szemben a negatívum jön, az nem túl szimpatikus, és szerintem azt azért észlelni kellene a szerkesztői székekben is. De mindegy, ezt a kis intermezzót kénytelen voltam megejteni, mert ez a fórumokon is nagy téma volt, meg bennem volt. Viszont tehát jön az elmúlt évek hatalmas langadója, amit mindig be tudtak harangozni, mekkora mérkőzés lesz, meg minden, hát valljuk be őszintén, hogy az elmúlt években annyira nem nagy langadó, mert elég egyoldalú a párharc, meg elég sok pontot vert ránk a Ferencváros így, és idén meg aztán a szereplésünk az nem sokra predesztinál minket, de mégis jobb aspektusa van a mérkőzésnek, ugye már egy Fradi meccsen mindig sokan szoktak kijönni a szurkolók, és mindig különleges atmoszférája van, ugye már a vendégszektor általában tele van, a hazai oldal is elég jól meg szokott tenni, bár ezt most garantálom, hogy a hazai oldalon a létszám az maximum a 2000-et fogja karistolni. Viszont van egy másik aspektusa is a mérkőzésnek, amit mondtál Gyuri, hogy megvan a jegyed, hogy ugyebár 500, minden eladott jegy után 500 forint az a menekültek megsegítésére fordítja a klub. Azt hiszem, a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül, nem akarok hülyeséget mondani, de úgy tudom, így van. Tehát, hogy van egy ilyen olvasata is a meccsnek. Mit vártok? Mennyien lesznek? Milyen lesz a hangulat? Milyen lesz a játék képe? Van-e esélyünk? Cselcseszov összebalézik-e az ukránjainkkal, mert még ez is benne van. Tehát mit gondoltok, mi lesz ezen a mérkőzésen? Hát én, ahogy mondtam, én nagyon vártam ezt a meccset, de nem fogok kimenni. Én megmondom őszintén, én félek tőle, hogy nehogy visszakapjuk az ötöst, amit kapott a Fradi. És nem azért, mert a Fradi annyira jó, hanem mert mi annyira szarok vagyunk. Én ugyan Vadász Imre lenyilatkozta, hogy szerintem a Fraditól már nem fogunk kikapni. Én azért nem vagyok ebben olyan biztos. Annyira messze vagyunk most a Fraditól, hogy égen a csillag, még ettől a szar Fraditól is, mert azért valljuk be, az idén elég... Ők a leggyengébbek saját magukhoz képest rajtunk kívül. De én ugyanazt a játékot várom. Én már nem... Az a baj, hogy én olyan szinten elvesztettem most ez a 20x játékossal szemben a bizalmat, hogy azt se várom, hogy na most jön a Fradi, és akkor szétbasszuk őket, és megyünk, és ha más nem, akkor a Fradi, én ezt se várom. Tehát megint gondolom, megint kapunk egy új kezdőt, még soha nem látott kezdőt. Gyanítom, hogy megint 7 vagy 8 védekező stílusú játékossal fogunk találni. Még véletlenül se legyen tőke az edzőnknek se, hogy bevállaljon egy két csatáros játékot, és menjünk nekik, nem mindegy, már gyerekek. Tehát most legalább a másért, akkor a becsületére érted, hogy ne vigyék azt, hogy női focit játszunk. Legalább menjünk, játszunk velük egy jó meccset, kapjunk ki 7-5-re, érted, de legalább akkor játszhatunk egy jó... Nem, be fogunk állni, bunkerezni, biztos vagyok benne. Jön a Fradi, ők ki fognak használni 2-3-at, biztos. Ha az ETA ellen nem volt kaput eltaláló lövésünk, akkor itt miért lenne? Én most megmondom őszintén, legalább olyan mélyen vagyok bizalmi szinten, mint a csapat játék szinten. Persze meg fogom nézni a meccset, de én sok jót nem várok. Ahogy mondtam, a jegyem megvan, de az csak az 500 forint miatt. És most teljes szívből kívánom, ha szép dolog, ha nem, hogy legyen rengeteg eladott jegy, és legyen üres a stadion.
Tehát ez valamiféle jelzésérték lenne a játékosok felé, hogy talán nyilván nem így lesz, de jó szórakozás mindenkinek, aki kimegy. Remélem lesz rá oka. Én biztos, hogy kimegyek hétvégén, én nagyon várom egyébként. De nyilván nem azért, mert olyan fantasztikus játékra számítok, csak mindig jó a barátokkal találkozni, meg úgy ezt a hangulatot átérni igazából. Csak ez visz oda. Igen. Igen, úgyhogy ebből a szempontból várom, és én csak abban tudok reménykedni, hogy ne kapjunk túl sok gólt a Fraditól. Van egy ilyen kis optimista reményem, hogy kiegyeznék mondjuk egy 1-1-gel, bár a 0-0 még jobb lenne. De hát igen, ettől félek a legjobban, hogy esetleg tényleg vágnak nekünk 3-4 gólt. 5-5 azért ne, az túlzás lenne, nem szeretném azt a 11-es eredményt így fordítva visszakapni. De igen, szerintem ez is fontos, mert nem is tudom, igazából tényleg csak így a klub szeretet víz ki őszintén, szóval mert ezeknek a lelketlen játékosoknak nekem sincsen sok kedvem szurkolni. De az meg tény, hogy a hangulat maga az mindig nagyon jó, és imádom a dalainkat, amit mindig nagyon királyok. De kíváncsi vagyok tényleg, hogy milyen hangulat lesz. Nem számítok túl sok nézőre. Ez a 2-3 ezer úgy talán. De ahogy mondtad is már, közére a Fradi tényleg mindig kivonza az embereket a pályához, de nem tudom. Azért tényleg megnézni sorozatban a 8. bukást, hát nem tudom, hogy mennyire van kedve az embereknek. Még ha jó célt is szolgál ez a jegyeladás, ami tényleg nagyon jó kezdeményezés a klubtól. Úgyhogy én ott leszek, megnézem, aztán maximum sírva megyek haza. Orbi, te is olyan pessimista vagy, mint a Gyuri? Én nem, most annyira nem vagyok pessimista, méghozzá azért nem, mert nagyon hasonló a helyzet, mint amikor Újpestre mentünk össze. Az Újpest egy hasonlóan gyenge szériában volt, mint amiben mi vagyunk most, és neki nem volt mit veszteniük. 10 emberre megvertek ugye minket. Én is úgy érzem ezen a mérkőzésen, úgy, ezen a meccsen, nem összességében, hanem ezen a meccsen, nekünk nincs mit vesztenünk. Amit kapunk még egyszer ki, akkor mi van? Úgy ezen a meccsen fogunk, hogy bennmaradunk-e. Legyünk őszinték egymással. A Faladit megverni azért, ez a videótól megverni, jelleg, bocsánat, Mol Fehérvár FC megverni a Faladit, az azért az nagy fegyvertény lenne. Én azt gondolom, hogy ha a döntetlent játszunk, az már egy nagyszerű eredmény. De most viccen kívül. Én nem gondolom azt, hogy megverjük a Fradit. Az X is bravúr. Én alaphangon úgy gondolom, a kettő alatt megúsztuk, tapsolhatunk. De én azt hiszem, hogy az X is bravúr lenne. Aztán persze, pont ez a nincs mit vesztenünk, és akkor hát, ha most átlendülünk a holdponton, és akkor játszunk egy jó X-et. Hát mondom, én nem hiszem, hogy nyerünk, de cáfoljanak rám, de hát egyelőre nem cáfoltak rám, pedig már volt rá egy pár alkalmuk. Na mindegy, hát majd most sikerülni fog ez a bravúros ráncápolás, de a hangulatra szerintem nem lesz panasz, mert azért a mieink, amikor szurkolni fognak, akkor biztos, hogy jó létszámba próbálnak ott lenni, és jó próbálnak majd szurkolni. Ugye most a hétvégi mérkőzésen az RBD-ből azt hiszem az egyik kápó mondta, hogy hát a 75. percre kezdődően nem lesz szurkolás. Tehát ja, ezzel tiltakozik a szurkolótábor a csapat rendkívül gyenge produktuma miatt. Az első 15 perc is vonatkozik, azt nem tudom, de a 75. perc utára arra emlékszem, hogy mondták, de majd biztos kommunikálják a srácok, hogy mi lesz és hogy lesz, úgyhogy ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy ezt így a Zuhany Híradóban hallottam című rovat, aztán majd úgyis majd elmondják a többiek, hogy mi lesz ebből, vagy mi nem lesz, vagy hogy lesz, mi lesz, ahogy szoktak, úgyis tájékoztatok mindenkit a közösségi médiás felületeken. A Fradi tábor meg hát nem kell bemutatni, 5 óra alatt eladták az összes egyet a vendégbe, 1200 ember, tehát a Fradi tábor az megint a nagyszerű létszámmal jön, ahogy szokott jönni, tehát ők beletesznek mindent, ahogy kell. Ugye egy bajnok aspiráns csapatról beszélünk, tehát a második fél időt a Kisvárda ellen játszottak, hát az, én az alapján nagyon féltem a csapatunkat, bármint ami van egyáltalán belőle, mert ugye hát igazából hát hol a csapatunk, tehát ez nem minden csak nem csapat, hanem 11 egyéni játékos, aki a saját céljaiért harcol, de csapatként nem tudnak működni. De tényleg azt gondolom, hogy a nézőszám az egy ilyen, hát nem tudom, ilyen 4-5, talán 6 000 is lesz, de annál biztos nem lesz több. Tehát max egy jó indulatú félház, ha lesz, de ez is nem nekünk szól, hanem inkább a Fradinak a 32-szeres, azt hiszem, 32-szeres magyar bajnok csapatnak, aki zsinórban háromszor nyerte meg a bajnokságot.
Szerintem az inkább nekik szól egyébként, hogy ennyien kijönnek. Tehát ha most egy Irmottán játszanánk, garantálom nem lenne több 1500 nézőnél, de akkor már lehet, már akkor túloztam. Tehát az én is borulától, és nem annyira, mint a Gyuri, egy picit azért pozitívabb vagyok, én ott leszek, ugye én a vlog miatt is megyek, csinálom a vlogot. Hát áprilisban majd lesznek olyan meccsek, amire nem fogok tudni menni, de az még odébb van. De én azt gondolom, hogy ha ez így megy tovább, én nem vagyok annyira optimista a dolgot, illetően, mint Csilla, én akkor azt gondolom, hogy ebből kiesés lesz. Tehát itt azért most el kéne kezdeni gyűjteni a pontokat nagyon gyorsan. Tehát itt, ha a Fradi ellen mondom, egy pontot tudnánk szerezni, akkor talán tudna nekik majd adni, hogy akkor a Gyirmótot idegből vagy erőből megverik. De ha most a következő két meccs is nulla pont, akkor az ugye 8, ugye mennyi vagyunk most? Most a 7. bukta volt a bajnokságban, akkor 9 bajnoki bukta egymás után lenne, az nagyon cink. Már így is nagyon cink, ugye már történelmi mélységekben vagyunk, tehát az egész egyszer nevet, nem is tudom. Tehát ilyen profi szinten szerintem nincs még egy ilyen csapat, aki egyre vakon van, mint mi jelenleg. Tehát ez abszolút, abszolút kilátástalan. Én egyetlen egy dologba bízok, hogy ami eddig mindig kipattant, meg mellé ment a Fradi ellen, meg a Dipusz odaért, bravúros úton, és mindig kiszedett mindent, akkor most hátha bepattam, mert most már tényleg annyi, azért szerencsénk se volt az eddigi mérkőzéseken, mert mellé ment, odaért a kapus, lecsúszott a lábáról, elesett, kapufát lőtt, stb. Hátha bepattam. Hát, ha valamilyen úton, módon bepattam, én tényleg csak ebbe tudom bízni, hogy most már ezért a Fortuna is visszatalál hozzánk, szerencse Istennője, mert hát ráférne a brigádra az is. Köszi szépen. A szerencse amellett áll, akit ezt érte. Tudod. Igen, ez egy régi közhely a labdarúgásban, de nagyon is igaz. Ha nem dolgozol meg, akkor nem is lesz szerencséd. Na kell a hit. Kell a hit, igen, és pont ezt akartam mondani, hogy szerintem a Csilla mellett én vagyok még a legoptimistább. Így a hétvégét tekintve, a feleségem mindig kérdezi, hogy mi lesz a hétvégén a meccsen. Na, mi lenne? Hát nyerünk. Én sosem megyek úgy ki, vagy sosem ülök le a tévé elé úgy, hogy nem nyerünk. És most is ezt mondom, szurkolóként másra nem is tudok gondolni, mint a győzelemre. De a realitások talaján maradva ez a Ferencváros, bár nem abban a formában van, mint annak idején Rebróval, de ez a Ferencváros, ez jóval erősebb. De azért, és ezt a múltkor is mondtam, hogy legyen már önbecsülés a játékosoknak. Én nem tudom, mi van a háttérben, nem szoktam felülni ezeknek a mendemondáknak, mert úgy gondolom, hogy egy profi játékos tényleg azért profi többek között, mert ő azért játszik, hogy nyerjen. De hogyha van töke ezeknek a játékosoknak, akkor oda teszik magukat. És most már elég volt ebből, tényleg ebből a tingli-tangli dologból, hogy nem tudok kettőt egymásot passzolni, hogy nem merek megcsinálni egy kapura lövést, hogy nem lövünk kapura, de lőjünk, találjuk el minél többször, Dibusznak nyújtózkodni kelljen. Ami még így talán mellettünk szól, nem sok minden jelenleg, de lehet, hogy a Fradi lenéz minket, és úgy, ahogy Norbi, te mondtad, hogy egy olyan szériában vagyunk, mint annól mi, ahogy az Újpest az enyém, hogy úgyis behúzzuk ezt a meccset, bárhogyan is behúzzuk, szerintem ez, ami még mellettünk szól, hogyha a Fradi így jön ide, mert hogyha komolyan veszik, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz. És tartok ettől a meccstől, de nyerünk. Ezt kell, hogy mondjam, nyerünk. Kíváncsi vagyok, hogy abban a rövid időben, amíg a tábor szurkolni fog, milyen hangulat lesz, segíti a csapatjátéka, vagy nem. És még egy kérdés, hogy úgy néz ki, hogy az edzőváltás se hozta meg a megfelelő eredményt, vagy hatást, nem jött be a teasüti effektus sem, hogy mit gondoltok Niel Boris munkásságáról? Azt most már megállapíthatjuk, hogy nem penge Boris. Tehát de elmondjátok, hogy ti hogy látjátok, de én többször nem értem a kezdőcsapatunkat, nem értem a felállást, nem értem, hogy miért továbbra is egy támadóval erőlködünk. Persze a támadójáték minőségét nem a csatárok száma határozza meg, ezt tudjuk, de jelenleg a csatárok száma alapján sem megfelelően állunk fel, bár na mindegy, nem is vagyok bele. Tehát, hogy ti hogy látjátok Borisnak a munkásságát?
Hát szerintem ugye alapból tüzet oltani jött ide néhány hónapra, és azért így nekiállni egy ilyen kemény munkát megcsinálni, hát elég nehéz lehet. Nem tudom, hogy mennyi motivációja lehet ez, hogy úgyis lejár majd hamarosan a szerződése, és hogy ebből építsen itt valamit, tehát hogy szerintem azért ez is egy kicsit tudja hátráltatni a munkát. Egyébként így a szakmai munkásságáról nagyon azért nem szeretnék semmit mondani, mert tehát, hogy egy ilyen csapattal ez nehéz is egyrészt. Másrészt meg ez az állandó edzőváltogatás nekem már nagyon sok, ami így az elmúlt 10 évben ment, tehát hogy ez szerintem ez borzasztó, mert ez se járul hozzá ahhoz, hogy egy csapat rendesen összeálljon, hogy itt folyton lecseréljük az edzőt, mert mindig azt mondjuk, hogy ő a rossz. Ez szerintem nagyon nem így van. És amit én muszáj megjegyeznem, hogy nála nagyon szimpatikus az, amikor az első meccse volt, amikor ő debütált, hogy a játékosok ugye mentek volna vissza az öltözőből, pedig mondta nekik, hogy tessék szépen oda menni a szurkolók elé. Ez egy nagyon-nagyon jó pont volt számomra tőle, mert ez így az bizonyítja, hogy nem tudom, hogy neki talán ez egy kicsit fontos. Nem tudom. Én ebben a történetben legkevésbé őt hibáztatom jelenleg. Én a Paksi meccsig azt mondtam, hogy jó döntés volt, mert az első 2-3 meccsen azért látszott valami, sőt a Paksi meccsen ott igazából a kondival volt probléma, meg ott volt ugye kényszerű csere, és utána nyekkentünk meg. De az utóbbi 2-3 meccs, meg a felállásai, meg a nem létező taktika, hát én nem tudom, bár én azt tartom, hogy szerintem ez már itt nem edzőkérdés. Tehát itt Mourinhót is ide lehetne hozni, szerintem akkor sem segítene sokat a helyzeten. Nem tudom. Nem tudja, szokták volt mondani, hogy tüzet oltani a moslék is jó. Úgy látszik, mi még arra se vagyunk jók. Nem tudom. Ahogy Csilla is mondta igazából, hogy az edzői munkásságáról nem nagyon lehet mit hallani ilyet, olyat, hogy milyenek az edzései. Milyenek az edzései? Nem tudom, nem hallottam. Hát hallani ilyeneket, hogy maximum másfél óra az egész, tingli-tangli, lötyögős. Hát eddig is ez voltam. Hát de ugye változás jött, nem. Tehát már annyira dejavunk van az utolsó egy-két meccsel kapcsolatban, hogy ugyanolyan fos kezdőket rak föl, mint a Szabics, tehát és ugyanazokat a szutyok cseréket is csinálja meg. Nem tudom, hogy egy Jalo vagy egy Evandro mit vétett, hogy még csak ki sem próbálják őket. Tehát nem, megint van veszteni való? Tehát most miért nem lehet bedobni szegény Jalót vagy az Evandrót, kezdjenek már egy kurva meccsen, érted? Hát, ha náluk szakad ki, vagy mit tudom én, de miért nem, akkor minek hoztuk vissza az Evandrót, akkor mi nem adtuk kölcsön megint? Tehát, érted? Tehát nem értem a koncepciót, és a játékosok jegelve vannak, látszólag, ugye mivel nem tudunk semmit, látszólag mindenféle indok nélkül, és akkor behozunk egy funsót, érted? Tehát, akinek az egész játéka arról szól, hogy rohangál, mint pók a falon, azt ha kell, akkor oda basz egy olyat, hogy eltöri a Bobának a karját, érted? Tehát most nem értem, hogy akik látnak benne valamit, akár edző, akár szurkoló, mit. Tehát annyira agyatlan ez a játékhoz, hogy na mindegy, hagyjuk, ne menjünk bele, mert megint megkapom, hogy rá vagyok szállva funsor. Igen, a lényeg az, hogy nem tudok mit én sem mondani a Borisra. Tehát, hát a veretes eredménye még sehol nem volt, hát itt se lesz. Bármi is lesz a vége. Hát én azt gondolom, hogy ez nem edző kérdés. Tehát ez napnál is világosabb, hogy ez nem edző kérdés. Mert a játékosok állandóan azt mondják, hogy magunkban kell keresni a hibát, sem tudom, hogy hogy keresik egyébként, mert már a Fiola is elmondta Honvédelen, hogy megkeressük a hibát, azóta mehetett 3 hét, tehát megtaláltátok már, vagy mi van? Tehát azért ez eléggé vicces, vagy hát eléggé komolytalannak tűnik az egész, hogy állandóan egymással mutogatnak a kamerák előtt, és akkor munka, meg majd túrunk előre, meg hogy nem méltó az a teljesítmény a messzhez képest, vagy messzhez,
Magyar Rus mondta, hogy valaki végre azért kimondta, hogy azért a teljesítmény nem méltó a Mercedes, tehát azért lehet, hogy azért kapizsgálják, hogy azért, ha így meg tovább azért le kéne venni a mezt, ugye, ahogy mondja a szurkoló, mert hogy ugye Magyarország ez egy más világ, tehát itt azért ez a nyugaton is azt hiszik sokan, hogy nagy türelem van, nincs türelem, tehát nincs türelem, hát ott sincs ekkora türelem, érted? Tehát 5-6 bukta egymás után, ott is levetetik a best meg, Belgiumban is, franciáknál föl is gyújtották a Marseille edzőközpontját. Tehát azért vannak itt olyan dolgok, hogy azért itt azt hiszik, hogy a barbár magyar szurkolók, meg a magyar barbár ultrák, hát azért menjetek el nyugodtan, nézzetek körül, és ott azért vannak ott is komoly dolgok, meg hogy a legjavarsónál is volt. Milyen fura, a legjavarsó elkezdte nyerni a mérkőzéseket. Na hát, eligazolt az a 3 vagy 4 játékos, akibe beleálltak a szurkolók, és a legjobb elkezdte nyerni a mérkőzéseket. Mik vannak? És a kupában bevonal... Az a pár játékos, akiben beleállnak a szurkolók, nem maradnak keret. Ja, hát jó, oké, most ugye itt, hát akkor mondjuk ki, tehát a Heistert, és soha többet nem akarom meglátni a mezben. Pályán. Ebben a csapatnál soha többet nem akarom meglátni. Annyi esélyt kapott már a Heister, hogy ennyi a világon nincsen. Dunát lehetne rekeszteni ennyi esély, amit ő kapott. És mindenhol leégette magát Kisvárdán, Honvéd ellen, most is, hány opció kell mi neki, hány lehetőség kell neki. Speciál szerintem most nem lógott ki lefele. Hát azért, Gyuri, azért a már első gólnál, nem tudom, hogy hol volt, hogy most a Piola is elrontotta, mert gyönyörű gólpasszt adott a Husztinak, hogy öröm volt nézni, de a Heister embere volt a Huszti. A második gólnál meg jó meglökte hátulról a kitörő csatát, az is a Heisteré volt. Hát mind a két gól benne volt a Heister, miről beszélünk? Elmondom nektek, hogy a Heister, és ez a nagyon meglepő, ő neki már rég nem szabadna ebbe a klubba lennie. Nem, már rég föl kellett volna bontani a szerződést, és kibaszni nem, hogy macskát szarni. Így van. Így van. Mert azért voltak olyan dolgai a szurkolók felé, olyan viselkedések, ami nem ide való. Mindenki tudja, hogy miről van szó, és nem fogom fölhozni, de amikor gondolom lett vele beszélgetve, már csak lett vele beszélgetve, már fel se tudja, de ha igen, akkor meg valahogy meg lett beszélve, kapott valami kis ennyit, de én azt gondolom, hogy a Heistert soha többet nem akarom meglátni. Inkább elnézem a Kojnuk Zsolti játékát. Legalább magyar is, fiatal is, hibázik, mi van a Heister, és ugyanannyit hibázik, ha nem többet, mint a Kojnuk. Találjon be, azt játszon a Kojnuk Balbeket. Mi történik? Hát legalább magyar játékos élt. Én azt mondom, hogy inkább játszon ő. A másik pedig, hogy azt gondolom, hogy itt tényleg azért nagyon komoly problémák vannak. Tehát most nem megbántva itt a például a kapusunkat se, de én azt gondolom, hogy ő is sajnos az elmúlt hetekben nem nyújt extrát. Én most hajztek, hanem a Fradi ellen visszarakom a Kovács Kádámot védeni. Most lehet, hogy megutáltok ezért. Én beraknám a Dala Martin gyerekek. Na, vagy rakjuk be a Dalát. Hát, mi tök mindegy, de én nem védhetném most a Danit. Én most a Danit kivenném a kapuból, és beraknám vagy a Kovácsikot, vagy beraknám a Dalát. Tök mindegy, de én nem a Danit védhetném például. De ugyanez, amit ti is mondtok, vagy te mondtál talán, Gyuri, hogy a Giallo meg az Evandro. A Giallo bármikor játszott, azt láttam, megy, mint a gép, érted? Megy a labdáért, megy a párharcokra, beleáll a párharcba, az egy az egybe, mindenbe megpróbált beleállni, érted? Jó volt nézni, hogy mozgott a pályán. És ilyen volt az ember. Ha rossz pályán vagyok, azt mondanám, hogy lehet ez a baj. Lehet ez a baj, hogy ő szeretne bizonyítani, mert ő lehet jól érzi magát, és szeretne itt maradni a kölcsön után, bár ahogy hallom, azért bármit csinál, nem hiszem, hogy maradni fog sajnos, de örülnék neki, mert egyébként ez a harciasság hiányzik a csapatból. Ez a tűz, ami benne megvan, az hiányzik a csapat nagy részéből. És emiatt nem jönnek úgy a mérkőzések, ahogy kellene, és itt most lehet mondani, hogy lélektalan, itt jön, akkor menjenek ki egy Fehér, menjenek ki egy Volán meccsre, azt megnézik, hogy miért, amikor küzd egy csapat. Mert a Volán az minden meccsen küzd, és ott is vannak a rájátszásban, értitek? Nagyszerű példa, nem kell messzire menni, át kell gurulni a Raktár utcába, mennyi 5 perc kocsival. Tehát ne vicceljetek már velem. Tehát, hogyha ez a probléma, akkor menjenek ki egy Volán meccsre, és meglátják azt, hogy milyen, amikor csapatként küzdenek egymásért a játékosok. És itt is van amerikai, svéd, finn, tök mindegy, milyen országból jött légiós, érted? És küzdenek egymásért, mint egy csapat. Akkor ez a csapat miért nem tud küzdeni úgy? Mi lehet? Egyébként volt itt vendégünk, a Kiliti Fecó, ugyebár a Videóton Box Klub is szóba került. Én egy kicsit leküldeném a csapatot oda, egy kicsit edzenek a srácok az ottani srácokkal. Lehet, azt kéne. És szálljanak be egy kicsit a ringbe, és megtudják, hogy egy másik sport mit tud adni, és hogyha nem teszed oda magad, akkor mit kapsz. Hogy egy kicsit szedjék már össze magukat, mert lehet, hogy itt most jól hangzanak a dolgok, de nehogy addig feszítsék a húrt, amíg itt is olyan történetek lesznek, mint a Légia Varsónál voltak.
Hát én tehát megmondom neked őszintén, szerintem, ha így mennek tovább, ez két fordulón belül be fog következni. Biztos vagyok és úgy gondolom, hogy össze kellene kapniuk magukat, és egyébként visszatérve Mihály Borisza, én se arra hegyezném ki, hogy ez edzőkérdés, ez a helyzet, viszont ennél többet vártam. Tehát többet vártam, mind a csapat összeállítása terén, mind a hogy nyúl bele egy mérkőzésbe. Tényleg olyan komoly problémákat látok, és nem tudom, hogyan tovább, de egy órát beszéltünk erről a helyzetről. Ez eléggé borúsak a kilátások, maradjunk annyiba. Bocsáss meg, egy mondat engedjetek meg, mert még van, hogy látom, van 3 percünk. Szóval én azt gondolom, hogy van 10 meccs. Ahhoz, hogy benn maradjunk, ahhoz 40 pont kell. Alaphangom. 11 pont. Tehát nekünk 3 meccset meg kell nyerni, és 2-t x-elni, vagy 4-et megnyerni. Fölteszem a kérdést nektek, zárjuk le ezzel, melyik lesz az a 4 mérkőzés, amit megnyer ez a csapat? Nyírmót MTK. Jó, 6 pont. Amit kötelező hozni. És vasárnap a Fradi. Meg a Köves. Köves, de gondolom még egyébként én is fogható, de mindig kell 3 pont. És kit fogunk megverni? Megyünk Debrecenbe, megyünk Újpestre, nagyon meleg meccsek lesznek. Nagyon meleg meccsek lesznek. Jön a Kispest. Jön a Kispest. Az is meleg meccs lesz. Tehát ezek mind meleg meccsek. Tehát 10 meleg meccsünk lesz még Norbi. Tehát most teljesen mindegy. Azért, hogyha a kezdünket a szívünkre tesszük ennek a csapatnak egyébként, csak az az alaptudással, ami van, le kéne hozni a Gyirmótot, meg az MTK-t, meg a Mezőkövesdet csuklóból, lazába. Nem pedig így, ahogy most csinálják. De egyébként a kondi, biztos, hogy van kondicionális probléma a csapatnál, mert minden meccsen a 80 pluszba kapunk gólt, és az kondicionális probléma. Onnantól kezdve. Fejbe elfárad, tehát ahogy elfárad a test, elfárad a fej. Fej, nem tud koncentrálni. Nincs állóképessége a brigádnak. Vezet a volán egyébként, bocsánat. Szóval nincsen állóképessége a csapatnak. Csilla, nagyon elmerültél. Ja, hát csak így gondolkozom ezen, hogy nincsen állóképessége a csapatnak. Hát szerintem ez már jó régóta észrevehető, mert nem igazán látszik azt, hogy annyira futnának azért a labdáért, amit meg kéne szerezni olykor, úgyhogy nem tudom. Annyi probléma van itt, hogy ezt nehéz lenne kivesézni. De hát ezért vagyunk. Reméljük jövő héten újra tudunk találkozni, tudunk egyeztetni, tudunk beszélni. Reméljük kicsit vidámabbak leszünk Ferencváros mérkőzés után. Úgyhogy addig is nézzétek a meccseket, szurkoljatok a Vidinek, írjátok a fórumokon az észrevételeiteket, meg itt a YouTube-on is kommenteljetek, iratkozzatok fel a Norbi csatornájára, iratkozzatok fel az én csatornámra is, hogy első kézből kapjatok értesítéseket, amikor egy-egy új tartalom kerül fel, és hát tényleg legyetek velünk, legyünk együtt, szurkolók, fogjunk össze, mert nagyon rég látott nehéz szezon az, amiben vagyunk, úgyhogy nekünk össze kell tartani, reméljük a csapat is érzi ezt, hogy nekik is kéne most már virítani. Úgyhogy én elköszönök, sziasztok, hajrá videóton, jövő héten jövünk. Sziasztok, hajrá Vidi. Sziasztok, hajrá Vidi. Sziasztok, köszi szépen a mai kitartó figyelmeteket is, találkozunk vasárnap a mérkőzésen, illetve jövő héten az újabb adásban, és addig is iratkozzatok föl Márk RBD és az oldalon a csatornákra, és ott is várunk benneteket. Hajrá videóton, sziasztok!